Kizsér Dániel pedig nem sokat teketúriázott, odaállt ennél a szabad rugástál a labda mögé, és beragasztotta a 81. percben ezt a labdát Steinen kapujába. 2-2-es döntetlen tehát az RC Bruges otthonában a Genkiek részéről, ezzel továbbra is él lovasa a bajnokságban Tőzsér Dániel együttese, a Bruges a 8. Perisi Tamás pedig nagyon szépen köszöni a megtisztelő figyelmet, kedves nézőink, tartsanak velünk legközelebb is a viszontlátásra, a viszonthallásra.